Jó estét! Plakátkampányt indított az egészségügyi minisztérium, hogy így vegyék rá a betegeket ugyanazon hatóanyagú szerek közül, kérjék az olcsóbbat az orvosoktól. Holnaptól több mint 3000 patika szerért kell 30-50%-kal többet fizetni a betegeknek, mert a biztosító csökkentette ezek támogatását. A patikákban és az orvosi rendelőkben is óriási sorok voltak, mert ma még mindenki olcsóbban akart vásárolni. Mikola István ellenzéki képviselő szerint a kormány gyógyszergazdaságossági törvénye átgondolatlan, és emiatt eddig soha nem látott mértékben nőnek a gyógyszerárak holnaptól. A volt egészségügyi miniszter szerint a drágulás annyira drasztikus, hogy sokan nem tudják majd megvenni a gyógyszereiket. Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom után Pest megyében is több mint 100 tonna illegális német szemetet találtak a rendőrök. Már 3 cég ellen nyomoznak, egy férfit köröznek. A Környezetvédelmi Minisztérium levélben szólította fel Németországot, vigyék vissza a Magyarországon talált hulladékot. A németek úgy számolnak, hogy ez 1 millió euróba kerülne. Szerdától megint csökken az üzemanyag ára, a 95-ös benzin 5 forinttal, a gázolaj pedig 3 forinttal lesz olcsóbb literenként. A MOL a benzin és a gázolaj árát legutóbb egy hete csökkentette 4, illetve 5 forinttal. A mostani mérsékléssel a gázolaj átlagára 245 forint alá kerül, míg a benziné 246 forint körül alakul literenként. A kutak között azonban akár 10-15 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a vevők. Mától az euró az egyetlen érvényes fizetőeszköz Szlovéniában, ami az Unió 13. tagállamaként január 1-én vezette be a közös európai valutát. A tolárt március 1-ig minden bankban beváltják. Az Európai Bizottság jelentése szerint a váltás sikeres volt. Déli szomszédunknál volt némi elégedetlenség, mert sok kereskedő felfelé kerekítette árait az átszámítás után, akár csak azokban az uniós országokban, amelyek elsőként vezették be az eurót 5 éve. A szlovén kormány ünnepséget rendezett a közös pénz bevezetése alkalmából, és ezzel jelen volt mások mellett Gyurcsány Ferenc kormányfő is. Kivégezték hajnalban Saddam Hussein féltestvérét, aki a bukott rezsim titkosszolgálatának vezetője volt, és az egykori forradalmi bíróság elnökét. Nem hivatalos információk szerint mindkettőjüket az iraki katonai hírszerzés észak-bagdadi laktanyájában akasztották fel, vagyis ugyanott, ahol Saddam Husseint december 30-án. Ugyanazért is ítélték halálra őket, mint a volt iraki elnököt az 1982-es Dujaili mészárlásért. Halálra ítélték a kuvaiti uralkodó család egyik tagját kábítószer kereskedelem vádjával. A bíró szerint a sejk veszélyeztette a társadalmat, leginkább a fiatalokat, akiknek hasist és kokaint adott el. Most először ítélték halálra a több száz fős uralkodó család egyik tagját Kuvait történetében. Arról nincs hír, hogy mi vitte rá a sejket, hogy droggal kereskedjen. Önöknek szép tévézést, jó estét, vagy talán fordítva. Köszönöm figyelmüket, viszontlátás! A Dakar közvetítések támogatója az Unika Biztosító ZRT. Unika, az új generáció biztosítója. Valamint az Erste Leasing autófinanszírozási ZRT, az Autobahn gépjárműcentrum partnere. Köszöntöm Önöket! A mai nehéz szakasz Panik László és Kántai Péter sikerét hozta. Az autók között vezető De Villiers autója kigyulladt, Dési János pedig a hírekkel ellentétben a sivatagban ragadt, és jelen pillanatban a KTM szerviz kamionját várja, tehát még nem esett ki. Részletek a késő esti adásban. Továbbra is remekel Kátai Péter a motorosok között, csak úgy, mint a Palik Darázsi kettős a Nissannal. Kátai úgy áll összetettben a 22. helyen, hogy napok óta rosszalkodik a műholdas hely meghatározója. Valamiért minden nap 9-10-ig leáll, és egyszerűen már meg kellett állom a pályán többször, mert pont egy olyan részen állt le, ahol fogom nem volt, hogy merre kell menni. Palikék ismét egyenletes tempót diktáltak, így kiválóan zárták az elmúlt két nap megpróbáltatásait. Tegnap fogyott az autó azzal, hogy elég jó tempót jöttünk. Most ehhez képest ma végig spóroltam, viszont az eredmény meg nem nagyon változott, tehát lehet, hogy ez az üdvözítő út, de nem esett annyira jól, mint a tegnapi. Ez a két maratonin a bal szerencsés volt egy kicsi kerékügyileg, hiszen tegnap kiestek, ma pedig elhasználtuk őket, már 60 kilométernél. A Volkswagen a kezdeti sikerek után most a kigyulladó autóival hívja fel magára a figyelmet. Vatanen kocsi a porig égett, az élenálló De Villiers porral oltott. Talán túl vagyunk már a Dakar nehezén, de ha ezt egy versenyző elhiszi, nagy bajba kerülhet.
Héder Barna, RTL Klub, Néma, Mauritánia. Kinek volt születésnapja január 13-án a verseny pihenő napján? Balik Lászlónak vagy Szalai Balázsnak? A jó válasz betűjelét küldj el SMS-ben a 1799-es ML díjas számra. Amennyiben válasz a helyes, a január 28-ai Dakar műsorunkban megnyerheti az Autoport 4x4 ülő autószalon és a Mitsubishi Motors Import Kft. Közös felajánlását egy új Mitsubishi L200-as terepjárót. Ilyen 1 óra 20 perckor jelentkezünk részletes összefoglalónkkal. Nézzenek minket addig is és akkor is. Viszontlátásra! A Dakar közvetítések támogatója az Unika Biztosító ZRT. Unika, az új generáció biztosítója. Valamint az Erste Leasing autófinanszírozási ZRT, az Autobahn gépjárműcentrum partnere. Támogatunk a Duna Plaza. Gyulai Balást a Chrome öltöztette, Héder Barna a Tom Taylor ruháit viseli.